Az olaszoknak a szép nőket, a lengyeleknek pedig a rokon szenves népet jelenti Magyarország és a magyar utazó is. Ahány nép, annyi vélemény, amit talán közös, hogy inkább pessimista nemzetnek tartják a magyar szinte mindenhol, hogy hol mit gondolnak a magyarokról a világban, erről született egy új könyv. Stefán Zoltán folytatja a témát vendégével. Kis Robert Zihárd, turisztikai szakújságíró, a könyv szerzője a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Így látják a magyarokat a világban ez a könyv címe, egy újabb kiadás született most a közelmúltban, de talán kérem kezdjük azzal, hogy amikor elkezdte írni ezt a könyvet, vagy hát egyáltalán elkezdett utazni a világban, hiszen önről köztudott, hogy csak nem bejárta az egész bolygót, akkor milyen prekoncepciói voltak? Amikor elindulunk valahova, akkor nekünk is vannak elképzeléseink, és általában sztereotípiák gyűjteménye az, ami az elképzeléseinket alkotja. Például az, hogy a németek precízek, vagy éppességgel Japánban mindenki pontos. Hát Németországban van is olyan, aki elkésik a találkozóról. Tehát ezért az általánosságok biztos, hogy meghatározzák az életünket. És amikor ezeket gyártjuk, ezeket készítjük, akkor persze ezeket ugyanúgy országokra is tudjuk alkalmazni. Jó magam is azt gondoltam, hogy hát nagyjából hasonló a világ berendezkedése, mint ahol, ahogy én éppen élek, és nekem gyerekkoromban 1978-ban volt egy megdöbbentő élményem, hogy van olyan ország, ahol nem kell sorba állni banánért. Kijutottam a Svájcba a nagybátyámhoz, nekem volt egy svájci bácsikám, és amikor a szüleim ide kivittek, akkor tétován áldogáltam lent az élelmiszer osztályon, az alaksorban, mert mindig odarakják az élelmiszer a különböző nagyobb bevásárlóközpontokban, és láttam, hogy ott hever rengeteg banán, és nem értettem, hogy hol a sor mert hát, akkoriban nálunk még úgy lehetett a déli gyümölcshöz hozzájutni, hogy sorba álltál, és egy vagy három kilót kaphattál szigorúan karácsony előtt valamikor, tehát a régi időben. Tehát az biztos, hogy megváltozik a gondolkodásunk, minél több helyen vagyunk, és egy picit másképp kezdjük el saját magunkat látni. És összességében az a tapasztalatom egyébként, hogy például a magyarokról alkotott kép sokkal pozitívabb, mint amilyennek mi magunk gondolnánk magunkat. Sok olyan országról nem is gondolnánk, hogy mennyire kedvelik az ott élők a magyarokat brazilok, törökök például, hát ugye a 150 év hódoltság, ez maradt meg bennünk, a törökökben pedig egy testvérnép vagyunk, és 150 év aranykor, ugye, tehát teljesen máshogy látják ezeket az időszakokat, és mellette azért mindig is a magyar érkezők, érkezőket, akár turistaként is, hogyha fogadják, akkor nagy kedvel és pozitívan, pozitív gondolatokkal fogadják. Tehát az elmúlt időszakban azért tényleg volt alkalmam bőven rengeteg emberrel beszélgetni, rengeteg interjút készíteni, felméréseket elolvasni, kutatásokat megnézni, és ez alapján azért országonkénti csoportosításba szépen meg tudtam írni azt, hogy a románok, a szovákok, az üzbégek is akár, vagy, vagy mondjuk az egzotikusabb területeken, ahol egyáltalán hallottak Magyarországról és a magyarok miket gondolnak, milyen impresszióik voltak, amikor itt voltak Magyarországon, és ha még nem jártak itt, akkor hogy képzelik el Magyarországot? Arról is beszélünk majd, hogy mit hallottak Magyarországról, de még a sztereotípiákról egy pár mondatot, hiszen itthon baszokás, szokás mondani, hogy sírva vigad a magyar, és már a felvezetőben is elhangzott, hogy sokan ugye azt gondolják rólunk, hogy mi vagyunk a legpesszimistábbak. Egyáltalán ezek mennyire helytállóak? <laughs> készítettem egy interjút egy olyan hölgyel, aki Oroszországban élt hosszú ideig, aztán itt jött, és 15 évig egy magyarországi légiközlekedési vállalatnak volt az embere, és elmondta, hogy hát akikkel dolgozott, azok mindig valamire panaszkodtak. Furcsa volt számukra, hogy a férfiak a betegségükkel is dicsekedtek. Hát ott náluk Oroszországban, ha valakinek súlyos baja van, akkor csendben meghal. Nálunk ugye elmondjuk egymásnak, hogy mennyi bajunk van, és mondta, hogy hát neki például az egyik ismerőse egyszer volt boldog igazán, amikor a nagyapja meghalt, és nem kellett megadni a kölcsönkért pénzt. Tehát nyilván ez egy picit groteszk példa, de mégis érdekes példa arra, hogy azért mi, ne, mi, negatívabbnak látjuk általában a helyzetünket, mint ahogy látnak minket. Nagyon sok turista azt látja, hogy itt élünk egy gyönyörű városban, fantasztikus panoráma, csodálatos élelmiszerek, jó klíma, nincs földrengés, nincs cunami, nincs különösebb betegség, hát most ne számítsuk ide a koronavírus járványt, hiszen az az egész világot lényegében végigszántotta, és azt hiszem, hogy jobban látják egy picit, hogy milyen a mi helyzetünk, és valóban mi szeretünk azért egy picit panaszkodni, de az is biztos, hogy nagyon kreatívak vagyunk, viszont jó ötleteink vannak, és hát sokan iridik a nobel díjasainkat tehát a van a sportban például csodákat alkottak a magyarok, és ezt is nagyra becsülik rengeteg országban. Vannak olyan példák, amelyekről egyértelműen kijelenthető, hogy az ugrik belsőként be a magyarokról. Itt ugye sokat lehet arról hallani, hogy a puskás nevét kiejtjük, akkor az egyértelmű, hogy, hogy tudják, hogy akkor az Magyarország, vagy éppen Bartók Béla. Persze vannak ilyen dolgok, hát az is érdekes, hogy ha már itt turizmustál tárt hogy mondjuk a sziget, meg a különböző fesztiválok, is nagyon sokat dobnak az ország imázson, de Budapest neve például rögtön eszébe jut a legtöbb embernek, hogyha egyáltalán hallott már korábban Magyarországról, és vannak elképzelései, és akár volt itt, akár nem a magyar főváros neve, azért sokat mond, a kulturális örökségünk, a parlament épülete például sokaknak beugrik, úgyhogy mindenképpen azért tényleg nagyon sok külföldi turista ide jön, például mondjuk japán turisták, rengeteggel beszéltem, interjúkat készítettem Japánban és Magyarországon is, is, meg itt élő japánokkal is, hát például fantasztikus érzés számukra az, amikor a citadelláról megnézik a fővárost, és úgy érzik, hogy hát ez a világ közepe Magyarország. Imádják a történelmünket, a Habsburgokat, ezt az izgalmas kis nemesi romantikát, meg főúri, főnemesi romantikát, a hidakat például nagyon szeretik a japánok, hogy Magyarországon, Budapesten milyen csodálatos hidak vannak. Hát persze van, amit nem szeretnek, mondjuk a pontatlanságot, mert hát szerintük elképesztő, ami nálunk van, de azt tudjuk jól, hogy Japánban ugye van olyan vonal, hogy 6 másodpercet késik egy évben a szerelvények összessége, tehát igazából nekik más az elképzelésük a pontosságról, mint nekünk. Ön korábban azt mondta erről a könyvről, hogy ez több mint egy kultúrtörténeti gyűjtemény, hiszen évtizedes munka van benne, személyes tapasztalat, impressziók és hát interjúk. Ez egyfajta ilyen önismereti tréning is, hogyha valaki ezt elolvassa, és akkor itt még rákapcsolódnék arra, hogy ez most a harmadik kiadás kapcsán beszélünk erről, ez miben több? Mindenképpen egyfajta önismeret, hiszen azt hiszem, hogy ha valaki megpróbál saját magát, magára egy képet alkotni, belenéz a tükörbe, megkérdezi az ismerősöket, a szomszédokat, hogy mit gondoltok rólam, nagyon fontos a lényeg az, hogy amikor a közösségi médiában megjelentetünk magunkról egy képet, azt is mi próbáljuk alakítani, és nagyon fontosak a visszajelzések, rendkívül fontosak, és nekünk is lényeges, hogy más országokban miként gondolkodnak Magyarországról, az itt élő emberekről általában. És hát persze lehet szeretni vagy nem szeretni, de bizony sokszor stereotíp lesz ez a gondolkodás. Hát nem mindegy, hogy ezek a stereotípiák, ezek milyenek, pozitívak vagy negatívak, tudjuk -e ezeket egy picit alakítani. És azt hiszem, hogy valóban egyfajta önismereti utazás is, hogyha valaki elolvassa a könyvet, mert végig gondolja, hogy mondjuk más országokból mit gondolnak rólunk, és hogy vajon tényleg ilyenek vagyunk, vagy pedig egy picit eltúlozzák. De egyébként, amikor arról beszélünk például, hogy Kárpát-medencei kultúrkör, akkor nem csak arra kell gondolni, hogy a történelmünk közösít, hanem arra is, hogy máshol olyan dolgok, amiket a mindennapokban használunk, teljesen máshogy működnek. Tehát, hogyha elmegyünk, mondjuk, ha már Japánnál tartottunk, mondjuk ott mosdóba, akkor lehet, hogy nem is tudjuk ezt megoldani, mert hogy ott van az, az elektromos WC, és japán feliratokkal meg kell küzdködnünk, hogy minden rendben legyen. Tehát vannak olyan dolgok, hogy tényleg a mosakodásnak a, 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 dolga, meg hogy ha kifújjuk az orrunkat, az illetlenség ott, Tehát vannak olyan dolgok, amelyek teljesen másképpen működnek, és ezért nagyon furcsa az, amit mi csinálunk. Hát, hogy édesen eszünk a túrót, és van túrórudi. Hát ezt nagyon sok helyen nem tudják értelmezni, hogy hogy lehet, hogy ilyen van, hogy, hogy édes túró, te úr is. Tehát a Somlói Galuska nekünk kedvencünk, és hát van olyan ország, országbeli, ahol pedig azt mondja, hogy a Somlói Galuska az olyan, mintha valami nagyon durva dolgot mondanánk, hogy megeszik a bogarakat Ázsia egyes részén. Tehát nagyon-nagyon érdekes ez. Fél perc ma vissza a műsorban engedje meg, hogy a turizmus aktuális helyzetével kapcsolatban egy másik intézkedésről beszéljünk, amelyet az Unió hozott, hiszen Oroszország mellett az orosz népet is szankcionálják. A vízumok könnyített kiadásának leállítását sokan kompromisszumos megoldásként értékelték, hiszen a balti államok szerették volna teljesen eltörölni, Németország, Franciaország, Ausztria és Magyarország pedig ellene érvelt. Mit jelent ez, és milyen hatása lehet az uniós turizmusra az orosz turistáknak a hiánya? Az orosz turisták egyrészt meglehetősen komoly számokat produkálnak a világ turizmusában és Európa turizmusában is, de a magyar turizmusban is. Hetedik legnagyobb küldő ország 2018-19-es adatok alapján. Összességében több forintba mondom, több ezer milliárd forintnyi összeget költenek el, és például Magyarországon is egy orosz turista egy egészségturisztikai kezelés során, ha mondjuk eljön hosszabb időre, akkor akár egy millió forintnyi összeget is elkölt. Azt gondolom, hogy ez nagyon komoly bevételeket jelent a szolgáltatóknak, tehát azért az biztos, hogy az orosz turisták, hogyha nehezebben kapnak vízumot, hogyha kevésbé jönnek ide, akkor az nagyon komoly vérveszteség lesz a szolgáltatóknak, mint hogyha összességében még tovább csökken majd a számuk Európában. Kis Oberti köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is.